Májusfát egész Európa szerte állítanak a legények szívük választottjának. Bár a hagyomány egyre inkább visszaszorul, kis településeken még lehet látni május első reggelén szalagokat lobogni a szerelmes üzenet jeleként. Jakabfának is hívják, mert Szent Jakab vértanúnak a napján állítják. Ez a természet újjáéledésének a szimbóluma. Április 30-án, május 1-ére virradó éjszaka állítják a legények azoknak a lányoknak, akiknek szeretnének udvarolni, vagy tetszenek. Egy lány akár több fát is kaphatott, attól függően, hogy milyen kapos volt. Legények bandákba verődve mentek a fáért az éjlepe alatt, együtt vágták ki, együtt díszítették, és együtt állították fel a lányoknak a kapujára. Lassan elmúlik, de én úgy gondolom, hogy még akár 4-5 évvel ezelőtt is láttam még a városban májusfákat, az utcán járva kelve ilyenkor, illetve hát ez ugye a május elsejei munkaünnepéhez összekapcsolódott már ezzel, tehát a majálisokon azért még vannak olyan települések, ahol állítanak ilyen fákat. Bátaszéken nincs majális a vírusjárvány veszélye miatt, és a szerelmesek sem a városközpontban üzennek kedvesüknek. Itt csupán arról van szó, a helyiek úgy gondolják, vissza kell hozni az életkedvet. Májusfát kell állítani, 2020-ban nem állítottunk. Ugye 2020 tavaszán jött ez az őrület, amelyik most már húzódik több mint egy éve, és a 2020-as rendezvények többsége elmaradt. Így a majális is, a bátaszéki majális. Viszont ebben az évben arra gondoltunk, hogy hát ha már nem is lehet gyülekezni, és az az igazi klasszikus ünneplés nem lehetséges itt a városban, egy kis kiüléssel, koncertekkel, fellépőkkel, táncsoportokkal, akkor legalább annyit tegyünk meg, hogy jelképesen, igaz nem az eredeti helyére, hanem kicsit láthatóbb helyre, a templom elé, a városi karácsonyfa helyére állítsunk egy májusfát. Szóval innen jött az ötlet, hogy legalább ez legyen meg, hogyha a bátaszékiek esetleg kijönnek ide, lefotózzák, megnézik, akkor mosolyt vagy vidámságot csaljon egy kicsikét az arcukra. Ezzel is szeretnénk jelezni, hogy mi is bízunk abban, hogy hamarosan akkor nyithatunk, és rendezvények is lehetnek már bátaszéken. Tűzoltók és gyerekek segítettek. Az az igazság, hogy nyilván ilyenkor el kell gondolkodnunk, hogy valósítjuk mindezt meg. A bátaszéki önkormányzati tűzoltóság szakembereit kerestük meg, és azonnal igent mondtak a segítségkérésre. A bátaszéki óvodások pedig, bár ez a hagyomány szerint a férfiak dolga volna, felszalagozták a fát, mely a templom előtt jelzi a május beköszöntét, a természet újjáéledését.